Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sikeresek az akciónapok, jól indult a regisztráció nélküli vakcinák felvétele. Kamarai hozzájárulás, január 1-től új szabály vonatkozik a befizetésekre. A szabadságukért harcoltak, ma Déffalván emlékeztek meg a székelyek. Rajzformájában örökítették meg az erdélyi író műveit, több mint 160 alkotás érkezett a pályázatra. Sikeresek voltak eddig a januárra tervezett oltási akciónapok. Ezek során csütörtöktől szombatig előzetes online regisztráció nélkül vehetőek fel a koronavírus elleni vakcinák. A cél, hogy minél többen szerezzenek védettséget a betegséggel szemben. Vérnyomásmérés és egy gyors kikérdezés. Ez a néhány perces procedúra előzte meg az oltás beadását. Meyer Károly a harmadik vakcinát vette fel szombaton. Azt mondja, korábban már átesett a fertőzésen. Emiatt, amint lehetősége volt, beoltatta magát. Nem szeretnék beteg lenni, nem szeretném elkapni a Covidot. Egyszer már voltam, beoltattam magam, és természetesen most is a harmadik oltást is felvettem. Tolnán közel 100-an vettek fel oltást múlt hét csütörtök óta, azóta, hogy az első januári oltási akciónapra sor került. Az év első hónapjában csütörtöktől szombatig minden héten előzetes regisztráció nélkül kérhetőek a vakcinák az egész országban, az erre kijelölt orvosi rendelőkben és a kórházakban. Most már tudjuk, hogy a teljes védelem az nem két oltás, illetve az ellen egy, hanem a harmadik oltással lesz teljes a védelem. Bogyiszlón Nagy Zoltán a Pfizer készítményét kapta harmadik oltásként. Ő azt mondja, a kollégái közül többen is súlyos tünetekkel vészelték át a fertőzést, ezért egy percig sem habozott. Harmadik oltásra jöttem. Hát én szeretném beadatni magamnak mindenképpen. Feleségem is egészségügyi is olyan helyen dolgozik, ahol el tudja kapni, haza is tudja hozni, azért úgy döntöttem, hogy felveszem a harmadik oltást. Dr. Szabó Gábor háziorvos szerint az oltási akciónapok sokakat késztethetnek arra, hogy felvegyék valamelyik vakcinát. Ő viszont az első héten azt tapasztalta, hogy mint mondja, sajnos kevesen voltak, akik az első adagért érkeztek. Túlnyomó részt most már a harmadik oltásokért jönnek. Tehát van egy réteg, akiket nem nagyon tudunk meggyőzni, hogy érdemes lenne fölvenni az oltást, már pedig ez nagyon-nagyon hasznos, hiszen már az Omikron variáns dühöng, igazából az ötödik hullámot ez indítja el. A szakember szerint most különösen nagy veszélyt jelent, hogy elkezdődött az évente jelentkező influenza járvány is. A tudósok pedig már bebizonyították, hogy a két vírus egyszerre is meg tud fertőzni egy embert, sokkal súlyosabb tüneteket okozva. Januárban, csütörtökönként, péntekenként és szombatonként az egész országban regisztráció nélkül lehet a vakcinákat felvenni. Az elmúlt 3 nap alatt 14.655 új koronavírus megbetegedést igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.297.612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 167 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 39.947 főre emelkedett. 2.931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.293.000-en kaptak. Tolna megyében 94 új fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, ezzel a járvány kezdete óta 27.352-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Január 1-től új előírás vonatkozik a kamarai hozzájárulások befizetésére. Az éves díjat már nem a helyi illetékes szervezetnek, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a központosítás célja a források hatékonyabb szétosztása. Megváltozott az éves kamarai díjakra vonatkozó befizetés szabálya. A hozzájárulást 2022. január 1-ét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi iparkamarának, hanem az országos, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell átutalni, mondta el Fischer Sándor, a Tolna megyei kamara elnöke. Ez egy újdonság. Viszont a befizetett díjaknak a 90%-a az továbbra is a megyei kamarai szolgáltatásait fedezi,
Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10%-a marad a országos kamara számláján. Amennyiben egy vállalkozásnak a tavalyi évre vonatkozóan van még hátraléka, akkor azt a területi illetékes kereskedelmi és iparkamarának kell megfizetnie. Az éves díj összeget nem változott, továbbra is 5000 forint. A kamara gyakorlatilag az eddieknek megfelelően különböző pályázatokat nyújt támogatást, illetve ezt segíti a kamarai adminisztráció továbbra a fedezetet nyújt ez az összeg az olyan rendezvényekre, amikor a tagságot tájékoztatnunk kell, hiszen évente változnak a jogszabályok. Az elnök azt mondja, a központosítás a források hatékonyabb szétosztását szolgálja. Közel 2 milliárd forintnyi támogatásra számít Bátaszékváros önkormányzata TOP plusz forrásaiból az elkövetkezendő 7 évben. A város képviselőtestülete 2021-ben elfogadta azokat a projektelképzeléseket, amik a város fejlődésének szempontjából most a legfontosabbak. Az egyik ilyen projektelem a település belterületi útjainak felújítása lesz. Az ehhez tartozó tender a január 10-i héten jelenik majd meg. Ebben látjuk meg majd azokat a terület-specifikus elemeket, aminek még meg kell felelni, de természetesen az előkészítő feladatok már zajlanak, hiszen árazatlan költségvetéseket kell készíteni, tervezőkkel kellettnek már egyeztetni, kalkuláljuk, hogy körülbelül mi lenne az az összeg, amiben ez majd bekerül, hiszen a város elképzelései szerint szeretnénk mintegy 300-500 millió forintos forrást ezekre a beruházásokra pályázati úton megszerezni. Az idei esztendőben nem csak a Madéfalvi veszedelem évfordulójára emlékeztek Erdélyben, hanem sor került a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének éves közgyűlésére és a hagyományos székely disznóvágásra is. A Madéfalvi megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a székelyek szabadság szeretetének fontosságáról és máig tartó hatásáról is beszélt. Madéfalván a védengzés 258. évfordulójára emlékeztek a résztvevők, melyen felszólalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Beszédében kiemelte, a székelyek, ha akkor a császári hadsereghez való kapcsolódás mellett döntenek, nem csak saját vállukra vesznek fegyvert, hanem gyermekeik és utódaik vállára is. Ezért kiemelkedő fontosságú a székely szabadság melletti kiállás, tette hozzá Potápi Árpád János. Január 7-én azokra a lemészárolt férfiakra, nőkre, gyermekekre emlékezünk, akikkel szemben elfogytak a birodalom érvei, és a legkegyetlenebb módon fejezték ki, hogy a székelyek szabadságába semmi esetre sem nyugodhatnak bele. Emlékezzünk a veszedelemre azért is, mert megtanít bennünket reménykedni a jövőben. Akik ugyanis minket igába akartak hajtani, ma már sehol sincsenek, s mi mégis büszkén állunk ki Magyarországon, Erdélyben, a Kárpát-medencében, a régi szabadságunk ügye mellett. Összetartozunk. Ez volt az üzenete a megemlékezést követően rendezett hagyományos székely disznóvágásnak, melynek keretében a Tolna megyei küldöttség tagjai és a madéfalviak közösen végezték el a munkát. Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere szerint, bár évszázadokon keresztül szétválasztva éltek egymástól, úgy tűnik, hogy sok székely szokást, hagyományt megőriztek Magyarországon. Az apró különbségek ellenére megmaradtak a hagyományaink, és ez az, ami megőrzi identitásunkat, és reméljük, hogy kapcsolatunkat Bonyhád és Madéfalva között, mely továbbra is virágozni fog, vélekedett a polgármester. Továbbra is elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akik 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek a Nők 40 program keretében, közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn a Facebook oldalán közzétett videójában. Zsigó Róbert a videóban azt mondta, a kormány elkötelezett az idősek támogatása mellett, ezért indította el 2011-ben a Nők 40 programot, amely a nők munkaerőpiacon és gyermeknevelésben vállalt szerepét ismeri el. A program keretében tavaly novemberig 325 ezer nő ment nyugdíjba. Zsigó Róbert azt is hozzátette, hogy a tavalyi költségvetésből 302 milliárd forintot fordítottak a programra, az idei évben pedig 10%-kal megemelték ezt az összeget.
A korai nyugdíjazás lehetővé teszi a nagymamáknak, hogy aktívan részt vegyenek az unokáik gondozásában, ezzel is segítsék a fiatal édesanyák munkába való visszatérését. Ez a program tehát erősíti a munkaalapú gazdaságot, és segít a fiataloknak a munkaerőpiacra való visszatérésben. Számunkra fontosak a családok. Továbbra is értük fogunk dolgozni. 19. alkalommal tartja meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve az országos SASZ-szinkront, a Magyarországon telelő ragadozó madarak éves számlálását január 14-e péntektől 16-a vasárnapig. Magyarország területén a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van, amelyeken legnagyobb számban réti és parlagi sasok figyelhetők meg, de előfordulnak néhol szirti vagy fekete sasok is. A nem vonuló hazai fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak, olvasható az Egyesület hétfői közleményében. A felmérésen a sasok mellett valamennyi nappali ragadozó madárfaj és a túzok egyedeit is számba veszik a szakemberek. A megfigyelési eredmények összesítését követően a sasleltár várhatóan február elején készül el. 166 pályamunka érkezett a már több mint másfél évtizede megrendezésre kerülő bonyhádi Vas Albert rajzversenyre. A megmérettetésre az író meghatározott művei alapján készítik el az általános és középiskolás diákok az alkotásaikat. Idén a Csodaszarvas és a Tavak és Erdők könyvének a történetei ihlették meg a gyerekeket. A beérkezett munkákból készült kiállítást a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ előtéri ablakain tekinthetik meg az érdeklődők január 31-éig. Épp a díjazottaknak járó elismerést adja át Juhász Józsa, bonyhádi Vörösmarty Művelődési Központ igazgatója azoknak a diákoknak, akik részt vettek az idén is meghirdetett Vas Albert rajzpályázaton. A Vas Albert törzsasztal és a Művelődési Központ 17 éve invitálja az általános és középiskolás diákokat a rajzpályázatra. Minden évben az író születésének évfordulóján hirdetik ki a pályázat nyerteseit. Az idei évben a Csodaszarvas című mondája, illetve a Tavak és Erdők könyve második mese című művei alapján alkották meg a gyerekek a rajzaikat. Szabó László, a Vas Albert törzsasztal alapítója elmondta, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt, mert 166 színvonalas, fantáziadús alkotás született, és ebben nagy szerepük volt a pedagógusoknak is. A korábbi években itt a Művelődési Házban egy helyben rajzolás volt, fönt az emeleti teremben, hát 100-nál több gyerek rajzolt itt egy időben. Itt helyben készítették el a rajzokat, de hát most ez sajnos nem lehetséges. Alsós, felsős és középiskolás kategóriában hirdették meg a pályázatot. Az első, második és harmadik helyezést oklevéllel és ajándékutalvánnyal, a 24 külön díjas alkotást emléklappal és ajándékutalvánnyal díjazták. Úgy látszik, hogy azért a pandémiának van jó hatása is, mert a gyerekek nagyobb intenzitással, tehát az otthoni bezártság vagy a mozgás hiánya miatt nagyobb otthonmaradás következtében szívesebben leülnek a rajzasztal mellé és küldik be a pályaműveket. Az ünnepélyes eredményhirdetés után a Művelődési Ház parkjában a Vas Albert szobornál folytatódott a megemlékezés, ahol a 17 évvel ezelőtt felállított szobrot megkoszorúzták. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Nem minden zöld rendszámos autó parkolhat ingyen, Pécsen pénzt kérnek majd a hibridek után. Járták a megyét a NAV revizorai decemberben, kevés mulasztást találtak az ünnepek alatt. Iglukkal segítik a hajléktalanokat, innovatív eszközök az utcán élőkért. Pécs fizetős parkoló övezeteiben nem lesz elég a zöld rendszáma spóroláshoz. Kizárólag elektromos hajtású autóval lehet csak ingyen megállni, ha vége a kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetnek. Baranya megye székhelye az első város Magyarországon, ahol csak a tisztán villanyhajtású autók parkolhatnak majd ingyen az önkormányzat parkolási rendelete szerint, ami várhatóan júniustól léphet életbe.
Elektromos autókat töltenek Pécsen ezen a köztéri állomáson a belvárosban. A zöld rendszámos autók ingyen parkolhattak eddig a városban. Azonban ezen változtat az új pécsi parkolási rendelet. A Városháza sajtósát telefonon értük utol, aki elmondta, hogy várhatóan júniustól lép életbe új szabályozás, amely különbséget tesz a zöld rendszámos gépjárművek között, és nem ad mindegyiknek kedvezményt. Pécset kizárólag a tisztán elektromos üzemű autók parkolhatnak ingyen a parkolási zónákban. Korábban ez minden zöld rendszámot viselő autóra, többek között a most ugye sokat emlegetett plug-in hibridekre is vonatkozott. Magyarországon ugye ez egy teljesen egyedülálló. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy helyes döntés volt. Tehát az autó parkolhat 0 forintért Pécs parkolási övezeteiben, aminek a károsanyag kibocsátása 0, ezek a tisztán elektromos üzemű autók. Kérdés azonban az ide érkező látogatók vagy turisták esetében, illetve az itt élő elektromos autótulajdonosok hogyan érvényesíthetik a kedvezményüket az új rendelet szerint? Azt fogjuk kérni majd a pécsi polgároktól, hogy regisztrálják előzetesen az elektromos üzemű autóikat. Azoknak sem kell fizetnie majd parkolásért, akik vidékről érkeznek tisztán elektromos üzemű autókkal. Előfordulhat természetesen, hogy nem regisztrálják az autójukat indulás előtt, és előfordulhat, hogy Mikulás csomagot meg fogják kapni a szélvédőjökre. Viszont ebben nem csak csekk lesz, hanem egy nagyon részletes, pontos és világos tájékoztatás arról, hogy hogyan lehet gyakorlatilag ezt a pótdíjbefizetés meg nem történtét tenni. A tervek szerint a forgalmi engedély utólagos bemutatásával törlik a büntetést. A részleteket most dolgozzák ki. Az új önkormányzati rendelet azonban csak a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében hozott kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése után lép életbe. Ez előreláthatólag júniusban lehet. Nem pihentek decemberben sem a NAV ellenőrei Baranyában. A revizorok az ünnepek alatt is ellenőriztek az adventi vásárokban, a fenyőfaárusoknál vagy éppen a tűzi játékokat árusítóknál. Az évvégi ünnepi időszakban többségben voltak a szabályozást betartó vállalkozások, állapították meg az ellenőrzés értékelésénél. A vizsgált egységeknek csak 9%-ánál állapítottak meg mulasztást a revizorok. Elkészült a baranyai revizorok ünnepi mérlege, tudtuk meg a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság sajtóreferensétől. Az adventi időszakban, illetve karácsonykor és szilveszterkor az adóhivatal munkatársai közel 250 ellenőrzést végeztek megyeszerte. Még mindig a leggyakoribb mulasztás a nyugtaadás elmulasztása, de előfordul rossz áfokod alkalmazása is, valamint be nem jelentett dolgozók foglalkoztatása, adószám nélkül folytatott tevékenység is, illetve online pénztárgépek szabálytalan használata, hamis termékek értékesítése és házi pálinka engedély nélküli árusítása. Összesen 22 esetben állapítottak meg szabálytalanságokat. A mulasztáson ért adózók bírságra számíthatnak. Továbbra is érdemes figyelemmel kísérni az Adó Trafipax információit, mert az ellenőrzések folytatódnak, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. A Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezetének segítségével sikerült mobil iglukat vásárolnia a kaposvári nyitott kapu hajléktalan gondozási központnak. Az igluk könnyen összeszerelhetőek, tisztíthatóak, tűz- és vízállóak, jó hőszigetelő képességgel rendelkeznek, valamint összehajthatóak. Így, ha nincsenek használatban, nem foglalnak sok helyet. Összesen 8 darabunk van, 2 kétszemélyes és 6 darab egyszemélyes. Mikor ugye ezt először megláttuk, ugye a nagykanizsai hajléktalan szálló volt, aki ugye először beszerezte ezeket, igazából láttunk benne lehetőséget, mert ugye nálunk is, Kaposváron is vannak olyan hajléktalanok, akik nem igazán szeretnének az intézménybe bejönni, vagy azért, mert nem képesek a szabályokat betartani, vagy nem tudnak ugye az embertársaikkal együtt élni. A kaposvári hajléktalan központnál állították fel az iglukat, amelyekből 6 egyszemélyeset és 2 kétszemélyeset vásárolt az intézmény fenntartója. A nagykanizsai hajléktalan szálló vásárolt először, ugye ők is Vöröskereszt fenntartású intézmény, és ugye akkor már
nekünk megtetszett, és láttunk benne lehetőséget, és ugye fenntartunk a Magyar Vöröskereskedelmi megyei szervezete vásárolta nekünk a 8 darab iglút, mert úgy gondoljuk, hogy főleg krízis időszakban ez nagy segítség az intézményünk számára, és ezen belül is azoknak a hajléktalanoknak, akik ugye nagyon sokat éjszakáznak kint. Az igluk amellett, hogy jó hőszigetelők, vízállóak, könnyen összeszerelhetők és tisztíthatók. Kettőbe már be is költöztek a kaposvári hajléktalan központnál. Mint azt az intézmény vezetője elmondta, fontos, hogy az épület mellett állítsák fel az iglukat. Ugye a hajléktalan ellátásban ugye az nagyon fontos, és nem szabad elfelejteni, hogy egy közterületen nem tartózkodhatnak, ugye szabásértést vonhat maga után. Az intézmény területe pedig azért jobb, mert ugye mi látókörünkbe kerül. Tehát most ez egy dolog, hogy az utcai szolgálat folyamatosan kint van, ellenőrzi őket, de ugye ők napközben 24 órában folyamatosan mozognak, ugye járnak, kelnek, ugye próbálják túlélni a mindennapokat, viszont itt az intézmény területén sokkal jobban tudunk rájuk figyelni. Ugyanúgy be tud jönni tisztálkodni, tud étkezni, ha valami egészségügyi problémája van, az intézmény házi orvosi rendelőjét fel tudja keresni. Napközben 45-50-en tartózkodnak a hajléktalan központban, éjjelente ezekben a napokban közel 70-en alszanak itt. Az intézmény felkészült a téli krízis időszakra, vendégágyakat, matracokat vásároltak, hogy mindenkinek tudjanak segíteni. Január 6-án és 7-én világszerte több millió ortodox keresztény ünnepli a karácsonyt. A pravoszláv hívek ilyenkor nem dolgoznak, a gyerekek nem mennek iskolába. A karácsony családi ünnep, amit 6-7-es bőjt előz meg. A vegyes vallású családokban az ünnepeket a Gergely és a Julianus naptár szerint is megtartják. A Gergely naptárt 1582-ben 13. Gergely pápa vezette be. A naptárreformra azért volt szükség, hogy a húsvét dátuma közelebb essen a tavaszi napfordulóhoz, így az ünnepek 13 nappal korábbra kerültek. Az ortodox egyház viszont megtartotta a Krisztus után 46-ban bevezetett Julianus naptárt, ezért a Gergely naptár szerinti január 7-én van a pravoszláv karácsony. A pécsi Szent Andronikos és Szent Júnia kápolnában ilyenkor magyarok, oroszok, ukránok, bolgárok és románok is együtt ünnepelnek a szerbekkel. Mi egy 6-7-es bőjttel készülünk erre a nagy eseményre, Krisztusnak a születésére, és aztán egyre inkább, ahogy közeledünk karácsony ünnepéhez, hangsúlyosabbá válik a Szent Családnak a példája. Karácsony előtti harmadik vasárnapon megünnepeljük a gyermekeket, utána második vasárnapon az édesanyákat, és az utolsó vasárnapon karácsony előtt pedig az édesapákat ünnepeljük, és ezzel próbáljuk a Szent Családnak a példáját a saját életünkbe, a saját családjainkba is megélni. Szenteste, azaz január 6-a az élet megújulásának örömét idézi. Ilyenkor vecsernyével és tűzgyújtással ünnepelnek, karácsony napja pedig csendes, családias hangulatú. A pravoszláv vallás hívei ilyenkor nem dolgoznak, a gyerekek is otthon maradnak, nem adnak és nem is kérnek kölcsön senkitől, sőt, vendégségbe sem mennek. A családunk nagy része katolikus, és ők december 24-én ünneplik a Szentestét, és ilyenkor együtt van a család, meglátogatjuk a rokonainkat, és ők az ő hagyományaikat is megtartjuk, ugye? És most pedig ez inkább egy ilyen lelki ünnep, ilyenkor néhány hívvel összegyűlünk, ugye? Van egy ebéd, ott megemlékezünk, és ilyenkor állítjuk a karácsonyfát. Az ortodox vallásúak új évnapját és vízkeresztet is 13 nappal később ünneplik. A keleti keresztényeknél január 19-ével zárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsangi időszak. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Sikeresek az akciónapok, jól indult a regisztráció nélküli vakcinák felvétele. Kamarai hozzájárulás, január 1-től új szabály vonatkozik a befizetésekre. A szabadságukért harcoltak, ma Déffalván emlékeztek meg a székelyek. Rajzformájában örökítették meg az erdélyi író műveit, több mint 160 alkotás érkezett a pályázatra.
Kedden már reggelre lecsökken a felhőzet, így napsütésben nagyrészt derült időben lehet bízni, nem valószínű csapadék. A hajnali, erősebb fagyok délelőtt gyengülnek, majd a déli, kora délutáni időszakra néhány fokkal fagypont fölé enyhül a levegő. Hideg lesz a hőérzetet, pedig tovább rontja a felerősödő északi szél. Éjszaka csillagfényes, gyengén felhős, erősen fagyos időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!